Megegyeztünk az eladóval, már csak egy ügyvédre és az adásvételi szerződésre van szükségünk. Hogyan tovább? Üdvözöllek, Vizer Tamás ügyvéd vagyok. Gyakran kapok az előbbihez hasonló kérdéseket új ügyfelektől, ezért a mai podcastben az ingatlan adásvétel folyamatának főbb állomásait fogjuk áttekinteni vázlatosan. Az okiratot szerkesztő ügyvéd három dolgot fog tőlünk bekérni. Első az ingatlan helyrajzi számát, hiszen az alapján tudjuk pontosan beazonosítani, hogy melyik ingatlanról is van szó. Második az érintett felek személyes adatait. Harmadik a kialkudott vételárat, illetve a vételár megfizetésének ütemezését és a birtokátruházás időpontját. Ha ezek az adatok az ügyvéd rendelkezésére állnak, tulajdonképpen a legtöbb esetben elkészíthető az ingatlan adásvételi szerződés tervezete. Ha bármiben bizonytalanok vagyunk, célszerű személyes találkozót kérni az ügyvédtől még a szerződés tervezet elkészítése előtt. Ha a szerződés tervezet mind az eladói, mind pedig a vevői oldalnak megfelel, akkor egyeztetünk egy aláírási időpontot az ügyvéddel. A legtöbb esetben ez az első alkalom, hogy az ügyvéddel személyesen is találkozunk. A legáltalánosabb eset, hogy a vevők a szerződés aláírásakor 10% foglalót fizetnek az eladónak. Az aláírt szerződéseket az ügyvéd érkezteti az illetékes földhivatalban, majd a földhivatali pecséttel ellátott iratokat átadja a vevő részére, melyet követően megindulhat a banki hitelügyintézés. Ha a bank pozitívan bírálta a hitelkérelmünket, akkor az önerő további részét is meg lehet fizetni az eladó részére. A kölcsönösszeg folyósítása előtt kölcsönszerződést kell kötnünk a bankkal, majd a kölcsönszerződést egyoldalú nyilatkozattal közjegyző előtt meg kell erősítenünk. Ha ez megtörtént és valamennyi banki előírásnak megfeleltünk, akkor a bank folyósítja a kölcsönösszeget az eladó részére, tehát a teljes vételár kifizetésre került. Az ingatlan birtokának átruházására a teljes vételár kifizetésével egyidejűleg, vagy azt követő rövid időn belül kerül sor. A birtokátruházáskor a felek úgynevezett birtokátruházási jegyzőkönyvet vesznek fel, amiben rögzítik az aktuális közmű mérőórálásokat, illetve az esetleges hibákat. A jegyzőkönyv felvételét követően a vevő köteles a közmű szolgáltatásokat a saját nevére átiratni. A birtokátruházásról, illetve a teljes vételár kifizetéséről a felek kötelesek az eljáró ügyvédet tájékoztatni, melyet követően az ügyvéd intézkedik a tulajdonjog vevők részére történő bejegyzéséről. Az előbbi két percben azt a nagyon gyakori esetet mutattam be, amikor a vevők részben banki kölcsön igénybevételével fizetik meg a vételárat, illetve az ingatlan tehermentes. Természetesen nagyon sok ettől eltérő konstrukció létezik, úgy gondolom azonban, hogy ezen a példán keresztül a legalapabb információkat megszerezhették azok is, akiknek semmilyen tapasztalatuk nincsen a területen. Köszönöm, hogy meghallgattál, remélem segítettem tájékozódni. Ha további kérdésed van, írj nyugodtan kommentben, vagy a leírásban megadott elérhetőségek valamelyikén.